Milyen a szar? Annyira szar, hogy már jó. Ilyen fekete szemei vannak, és ráomlik a vállára a fekete haját, hogy zseniális. Extra heteron néz ki. De még a Mad In Body fekete. Sziasztok, daráló! Na mi van, kicsit régból daráló? Úristen, megnéztem, és több mint 9700-zal többen lettetek a legutóbbi daráló óta. Hát igen, lehet, hogy el kéne magyaráznom pár embernek, hogy most miről is van szó. Ez az a sorozat, amiben kalandpályákat értékelek. Igen, értékelek, nem fikázok, meg leszidok. Ti elkülditek nekem a saját készítésű pályátokat, én pedig végigjátszom. Mármint nem videóban, videóban már csak a véleményemet mondom el róla. Ez a olyan kalandpálya kritika. Kalandpálya hírügynökség, hú. Nem kopi, utalás. Ez a legnépszerűbb sorozat a csatornán, ezzel kapcsolatban írtok a legtöbbet, akár e-mailben, akár hozzászólásban, akár bárhol, ahol megtaláltok, ahol nem is kéne, de komolyan, emberek, mi bajotok van? Korábban azért sikerült tartani azt a szintet, hogy hetente, két hetente volt egy rész, mostanában sajnos ez így nem jött össze. Én megpróbálom azt megint visszahozni, de nem ígérek semmit. Sajnos nem két perc egy ilyet összevágni, és ha két perc is lenne, sokszor két percem sincs. De nagyon jól esik ez a végtelen érdeklődés, amit a sorozat felé mutattok, tényleg. Körülbelül amióta elkezdtem ezt az egészet, szerintem már egy olyan 1000 pályát biztos, hogy kaptam. És hát most tartunk a 70. résznél tartunk? És ez ugye a 71. rész. Ez igen. Na jó, lássuk a pályát ezt a feleslegesen hosszú bevezető után. A mai pályát egy egész csapat készítette, nem csak egyetlen ember, méghozzá a Creepercraft csapata. A pálya címe az, hogy az óriás fa megmentése. Őszintén szólva, egész jó pálya. De megmagyarázom, vannak az értékelhetetlen alja pályák. Jó, ez egy kicsit gonosz volt. Akkor vannak a nagyon rossz pályák, amiken csak parkour, kvíz, meg hasonló sablonok vannak, díszítés nuku, ugye a nagy puszta közepén az Alföldön játszódik, egy Flatworld-ön. Aztán vannak, amiken már próbál valamit belevinni a készítő, valami történetet, más feladatok is vannak esetleg, de a pálya még mindig csúnyácska, valamicske díszítés van, de azért még mindig kilátunk a nagy semmibe. Aztán vannak azok, amiknél belehúznak az építésbe, nagyon jól vannak díszítve, viszont a történet már nem olyan fényes, ugyanolyan, mint az előző kategóriánál, hogy próbált valamit, de úgy valahogy nincs hozzá érzéke, sok benne az irracionális ellen, meg a ezt most miért kell csinálnom feladat. Aztán vannak a kifejezetten jó pályák, amik szépen vannak díszítve, a történet is jó, a feladatok is, élvezet játszani rajtuk. És aztán vannak az atomübertáp pályák, ahol olyan resource pack van hozzá, hogy az agyadat eldobod. Szóval ez a pálya azon a szinten mozog, hogy tök jó a díszítés, meg minden, csak a történet marad alul. Úgyhogy majdnem kifejezetten jó pálya. Na jó, inkább mutatom a pályát, azért nem akarok minden poént ellőni. A történet, a király megbíz minket, hogy nyomozzunk ki egy ügyet, felmászunk egy fára, de bezárnak minket egy roskadozó épületbe, kiszabadulunk. Jó, ez hülyeségnek hangozhat, meg azt gondolhatjátok, hogy csak kiemeltem elemeket, hogy hülyeségnek hangozzon. Nem, tényleg ilyen története van a pályának, de akkor lássuk részletesebben. A kezdőszoba egész jó, az alakja látványos, a színe pedig melegséggel tölt el. Van itt egy tábla, amit nem bírok felfogni, mielőtt csinálnál valamit, nyisd meg lanra. Mármint azt értem, hogy nyissa meg lanra a pályát, azt meg tudom csinálni, de hogy minek? Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok valamelyik készítőnek a magyarázatára, hogy miért? Tehát nincs semmi olyan, hogyha megnyitom Lannon, vagy... Jó, nem játszom teljesen a hülyét, mivel többen építették, nyilván Lannon csinálták, és azt gondolták, minden Lannon fog működni. Na jó, így se értem meg, feladom. Kapunk egy kis kezdő felszerelést. Üdvözlünk, kedves Csabusa, a történet, te egy lovag vagy, aki a várba indul, mert a király fontos üzenetet küldött neki, a többi meg kiderül. Szaladok, király! A mapot készítették a Creepercraft csapata, Hickhack, Straw király 007,
Stomi, Tonix, 7, Bencex, 100. Jó szórakozás, plusz egy kis info, a map 1.9-es, hát most már hiába írod ki a pályán. A map szerveren készült, ezért jó több játékosra is. Áj. Mi az, hogy szerveren készült, ezért jó több játékosra is? Az oké, hogyha fölkészítettétek a pályát több játékosra, de nem attól lesz olyan, hogy szerveren csináldátok. Ez a parancsoktól függ. Apon vannak ellenőrzések azért, hogy ne menj rossz irányba. És akkor indítás. Azt a mindegy. Na, így az első kép, ami így fogad, nagyon szépen van díszítve eddig. Eddig elégedett a csabusa. Már ennyiből is látszik, hogy a díszítés nagyon ott van, látványosak a házak, látványos a vár, mondjuk így alulról nem nagyon látni, tessék ilyen felülről, úgyhogy már előre szólok, a díszítése sok pontot fog kapni. Hát kicsit jó, hogy kilagott a command block. Azt gondolom, hogy itt biztos baleset volt, de most nem állhatok meg, megyek tovább. Ott egy malacfaj, elütöttek egy csabinyót. Ez mi malac? Ja nem, ez bárány, rózsaszín bárány az őr. Hogy néz ki ebben a napszemüvegben? Beszélgessünk. Nem lehet bemenni, na mindegy. Majd visszajövök, addig is benézek abba a kis faluba, amit elhagytam útközben. Hát, ha tudják, mikor nyílik. Milyen kis fal, amit elhagytam? Ez, ami itt van konkrétan mellette? Több kutyával is összefutottam, viszont emberekkel nem nagyon. Nem tudom, ez lehet, hogy egy ilyen kutyaváros. Na hát, egy kutya répával. Nem kopi. Utalás. Dogandi háza, a répházok ne zavar. Ó, mi ez? Répa. Nem zavarlak? De éppen a répatáncot jártam. Bocs, hogy megzavartalak, de azt szeretném kérdezni, mikor van nyitva a nagy kapu. Reggel 8-tól, azaz most nyílt nemrég. Ó, köszi, szia. Szia. Répa. Ott is egy kutya. Ja, észrevett. Ja, hogy ez egy kecske. Ez mi? Ez is egy kutya? De a kutyák között találtam egy malacot is. Na hát, csak nem Csabin hurka. Takarodj! Nem láttad, hogy eszek? Egyébként van hagymás babod? Jaj, gyakrabban kéne takarítani. Ez mi van? Hagymás bab, haha. Még egy kicsit bókláztam a faluban, igazából nem találtam semmi érdekeset, aztán visszamentem a várhoz, ha végre be lehetett menni. Uha, ott a király. Végre megérkeztél, valami megtámadta az óriás fát. A hódok, vagy a harkályok? Tudod, ami a szomszédban van. Tudom, uram. Derítsd ki azt, hogy kitámadta meg. Már indulok is. Mi az, hogy megtámadtak egy fát? Mi az, hogy megtámadtak? A falzott áll. Jó, végülis, hogyha az avatárból indulunk ki, ott is megtámadtak egy fát. Nem tudom, akkor is hülye hangzik, sajnálom, nem volt semmi magyarázat, hogy... Sőt, nincs semmi magyarázat, hogy az a fal az miért fontos, úgyhogy így utólag is azt mondom, hogy... Miért olyan fontos ez a fal? Jó, hát, ha ki fog derülni. De nem fog... Kicsit azért bokláztam a kastélyban, ugyanis kiderült, hogy ezt csak azért építették meg, ezt az egészet, igen, hogy beszéljünk a királlyal, tehát ez az egyetlen egy jelenet volt a szerepe ennek a nagy valaminek. Kicsit az az érzésem, hogy más terveztek, aztán csak ennyi lett, nem tudom, mindegy, van több terem is berendezve, de ezeknek a funkciója meg annyi, hogy easter egg-eket rejtenek. Például megtaláltam Csabinyó ikertestvérét, és tele van a kastély hagymásbabbal meg répával, tehát egyszer poén, de százszor nem. Gondoltam elég ládát nyitottam ki, elindulok a fa felé, aztán a kastélyal szemben találtam valamit, kedves készítők, ami lehet, hogy befolyásolja a végső pontszámot egy bizonyos szorzóval, egy 0 és 1 közötti számmal. Nem tudom, hogy kerülhetett ez ide. Ó, hát nem tudom, hány pontra számítottatok, de... Mi? Akasztófal és egy levágott fej van alul? Mi? Szóval nem tudom, hány pontra számítottatok, szerintem vonjatok le belőle egy párat. Egy jó párat. De jól néz ki az a madár. Igen, jó az a madár, menjünk a fához. Kicsit vagy aranytalanul kicsi feje van, de egyébként tök jó. Igen, menjünk a fához. Az lesz biztosan nagy fa. Jaj, fa alakú. Lehet beszélni az obszidiánnal? Bemegyek a fába, hát ha ott van a tettes, bár nem tudom, hogy ki olyan buta, hogy benne maradna. Na de mindegy, és nem hoztam el semmit. Úristen, tele volt répával meg hagymásbabbal, nem hoztam el belőle semmit.
Ebben a kaja kifelejtésben csak az volt a rossz, hogy mire visszaértem, este lett, úgyhogy... Szörnyek! Oroszlán bátorsággal legyőztem a szörnyeket. Na és mi van a fa belsejében? Úristen, nem is tudom, ez a rész úgy nyugtató zenét kiált. Heroin World, jaj ne. Csak akkor jöhetsz be, hogyha adol 4. Adol heroin plusz 4. Lépni tilos. Hát szóval te vagy a tettes. Írd be, per give carry 26 heroin. Nem írom be, mert megfogadtam a map elején, hogy nem csalok. Mit csinálsz Kennyvel? Megölöm vagy nem bántom? Megöltem a bosszot. Jó, nem bántjuk. Nem választhatod ezt. Jó, bocs, akkor megölöm. Ez egy boss. A kedvenc részem ennek a boss harcnak, hogy fejbe lőttek el. Hát ez zseniális. Hát akkor megöltem a bosszot. Mi történt? Én zártalak be, elkábítottalak. Jellemző, Kenny megint elárulta magát. Ki kell jutnom, Kenny nem annyira okos, hogy ne tegyen be a házba úgy, hogy ne legyen itt a kulcs is. Ez jó magyarázat ezekre a béna kijutós részekre. Kenny elkábítése egy omladozó házba visz, igazából nem is értem, miért nem öl meg azonnal. Itt egy kis szabadulós játék veszi kezdetét, tehát meg kell találnunk tárgyakat és a megfelelő helyen használni, hogy a legvégén kijussunk. Ugye... Nem tudom eldönteni erről a részről, hogy jó-e vagy sem, de komolyan. Tehát annyira kaotikusnak érződik valahogy a pálya, de így önmagában ez a rész végül is jó, de így az egészet nézve meg kaotikus. És ezzel pedig sodát lehet ütni. A fenébe bezárta. Gondolom azt akarták, hogyha megpróbálom kinyitni, akkor kiírja ezt. Arra nem gondoltak, hogy akkor fog lefudni a parancs, ha kinyitom, nem akkor, ha nem sikerült. Ha ez a villogás, megvakulok. Sikerült, kiszabadulnom, ez az. Nem lehet igaz, ne. Meg itt egy veszélyesnek kinéző helyen vagyok. És ennyi. Kenny mondta, hogy ez nem lehet igaz, de nem derült ki, hogy akkor most mi van. Nem mentünk vissza a királyhoz a jutalomért, nem derült ki, hogy mi lett a fával, azt se derült ki, hogy miért kellett a fa, miért volt fontos, hogy megtámadtak. Kérdés. Egy rakás kérdés hagyott nyitva. Az a sejtésem, hogy idáig volt türelmük, aztán így sutty, levágták a pályát, na itt lesz a vége. Game Mode 3. A Game Mode 3-as gomb nyilván átvett minket Game Mode 3-ba, hogy kicsit körülnézzünk a pályát. Pályát? Pályán? De most megragadnám az alkalmat, hogy óva incselek tőle titeket, ezt ne használjátok soha, szörnyen illúzió romboló. Gondoljatok csak bele, mondjuk vegyük az örökséget, az nem volt olyan rég, azt még az újak is ismerik. Ugye, ha ott a pályán játszol, akkor megvan az az érzésed, hogy a pincében, az alaksorban mászkálsz, olyan masszívnak, olyan elrendezettnek tűnik az egész, tehát így el tudod magad helyezni a pályán. Ezzel most nem magamat dísértem, nem én csináltam a díszítést. És ha átváltatok ott Game Mode 3-ba és megnézitek, akkor azt látjátok, hogy igazából csak ugye az a rész van megépítve, ami látszik. Tehát ott a semmiben, ott vannak a falak. Hogy nem a föld alatt vagyunk, nem vagyunk körbevéve földdel, és igazából csak azok a részek vannak megépítve. Tehát ugye van azért egy olyan illúzió az embernek, hogy vannak olyan részei az alaksornak, ahova nem tudott eljutni, de valójában azok nincsenek is megépítve. Szóval szerintem ne használjátok ezt, mert játékos körülnézés csak ront az élményen. Hát olyan illúzió romboló. Csagusa, köszönjük, hogy kijátszottad a mapunkat, remélem nem lett kevés. Megpróbáltunk jót kihozni, ez az első mapunk. A Reston Bence X100 készítette, de kisebb helyen Highex is segített. A mapkészítői Highex, Troll Király, Tomi, Tomix, meg Bence X100. Na lássuk azt a mérleget, történet. Hát ez egy nagyon lyukas történet volt, semmi magyarázat nem volt, hogy mit, miért kell csinálnom, csak menjek ide, aztán... Szóval nem tudom, lehet, hogy még ezzel a pontszámmal is jó szívű voltam. A játékmenetet is olyan szétesettnek éreztem, nem tudom, igazából csak mászkálás volt, meg egy kis kijutós rész. Jó, meg volt egy darab harc benne, ha az estét nem számoljuk, de hát az nyilván nem szándékos volt.
Viszont a kiutós rész is önmagában tulajdonképpen egész korrekt volt. Tehát azt hiszem, azt mondhatom el, hogy nem tudok sehol belekötni, ilyen kifejezetten rossz élményem nem volt, csak olyan kimagaslóan jó sem. A díszítés az abszolút ott van, erre már merek max pontszámot adni. Tényleg szép volt egyszerűen. Beleköthetnék abba, hogy nem volt hozzá research pack, az ugye még durvábbakat lehetett volna csinálni. Meg tulajdonképpen őszintén szóval nem ezek voltak életem legszebb építményei, nem azért kap max pontszámot, hanem mert passzol a pályához. A pályához képest nagyon jó. Hangulat, arról nehezen tudnék beszélni. Elindul egy ilyen fantazis, még úgy komolyan veszem az elején, aztán ott van Kenny, meg minden tele van szorva heroinnal, és aztán az se derül ki, hogy mit miért csinálok, szóval nem sikerült beleélni magamat. A kidolgozottság majdnem tökéletes, azért voltak butaságok a pályán, például megjelenik a boss, és majd kattintsak oda, hogyha majd legyőztem, ez olyan régi, tehát ezeket már így simán meg lehet oldani, nem kell a játékosra bízni az ellenőrzést. A másik, ez az easter egg mánia, vagy nem tudom micsoda, hogy akkor mindent telehányunk hagymásbabban, répával, meg heroinnal, ez túlzás, ez sok, ez nem kell, ez csak ront. Ugye egyszer-egyszer poén, de hogy mindenhol mindig ott van, ez egyszerűen sok volt. Szóval ez volt a Creepercraft csapat pályája, az óriás fa megmentése. Én azt mondom, hogy csináljátok még pályákat, van hozzá érzéketek. A díszítéshez abszolút, tehát az nagyon megy. A kidolgozottságon is csak egy kicsit kell gyúrni, viszont a történeten azon nagyon. Tehát ilyen irracionális dolgokat... Ne, szóval gondoljátok át, tervezétek meg legyen értelme, és ne hagyjatok ennyi nyitott kérdést, és akkor tök jó pályák lesznek. A kézikönyv óvjon. Nem.